vagyunk Zsámbékon, a harmadik szártmenetes napján. Egy csodálatos rendezvény vége felé közeledünk. Messze fölülmúlt a várakozásainkat az emberek száma, az érdeklődők száma. A harmadik alkalommal is az előző kettőt jóval meghaladó érdeklődést tudtunk generálni. Egy új tematikát is hoztunk be idén, egy picit megpróbáltuk az innovációról szóló rendezvényünket, a digitális világ, az IT technológia és az elköré épülő újdonságok felé elvinni. Tehát az összes előadás, amit mi hallottunk és láttunk a mai nap, az mind-mind megerősített minket, hogy ez az irány, amit képviselnünk kell, és továbbra is az innováció, a megújulás, és most már kicsit a digitális technika felé is el kell vinni a rendezvényt. Nagyon bízom benne, hogy jövőre is ugyanitt találkozunk, egy még színesebb és még sokoldalú rendezvény keretén belül. Nagyon elégedettek vagyunk a mai nappal, a kiállítóink azokat a visszajelzéseket adták, hogy örömmel vesznek részt. Innovációról beszélgetünk, az IT szerepéről a logisztikában. Stabilitást kell szereznünk, a vállalkozásoknak nyereségesen kell működni, és el kell jutnunk azokra a szintekre a nyugat-európai versenytársainkkal szemben, ahol mondhatjuk azt, hogy nem sokára úgy gondolom, hogy akár élen is járhatunk. Ez a rendezvény egyébként lehetővé tette, hogy a stabil konferenciánkat, a kiállítást most már dinamikussá tettük, hiszen a Driving Camp lehetővé tette, hogy a tesztpályáján a kiállítók járműveit a vendégeink tesztelhessék és próbálhassák. Így azt gondolom sokkal több információhoz jutottak a járművekkel kapcsolatban, mint a beledig rendelkeztek.